Szeretettel köszöntöm az ige hirdető mai adásának nézőit, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet, akinek a nevét nem fogom tudni kimondani, úgyhogy Algon atya, köszöntelek szeretettel itt a stúdióban. Bemutatkozol nekünk? Hát elsősorban én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy itt lehettek, és hát meghívtatok ide erre a beszélgetésre. Én Algon atyának hívják, ezt röviden, egyébként hosszú nevem Sudarman Aloysius Gonzaga. Tehát az Algon név gyakorlatilag az Aloysius Gonzagából, tehát annak a rövidítése, de nálunk otthon először mondjuk a keresztnevet mondjuk, és utána a családi név, szóval az Aloysius Gonzaga Sudarman otthon, mivel itt vagyunk is, már beléptem a rendben, akkor Sudarman Aloysius Gonzaga, vagy kicsit ilyen fordítva lehet a nevem, de Algonnak szokták hívni engem. És otthon hogy hívtak téged egyébként? Otthoni szintén, tehát a Algonnak, tehát hívnak engem itt otthon. Akár a barátaim, akár a családtagom, szüleim is így. Tehát ezt a nevet, gyakorlatilag ezt a nevet kaptam a szüleimtől, hogy így hívták, vagy hívnak engem. No, és hát nagy utat tettél meg, hiszen Indonéziából érkeztél ide Magyarországra, most már majdnem 10 évvel ezelőtt, de azért én először arra lennék kíváncsi, hogy hogy is vezetett az utad ahhoz, hogy verbita lettél. Igen, hát hosszú. Azért Indonézia az azért nem egy keresztény ország. Nem egy keresztény ország, ugye a mi kisebbségben vagyunk a Indonéziában, ugye ahol tudjuk, Indonézia egy hatalmas nagy ország, eléggé színes ország. Abban az értelemben kulturailag is, akár a népcsoportok, akár a vallások, de ugye 270 millióan vagyunk most jelen pillanatban az indonéz lakosság, és abból ilyen 86-87% az muzulmán. És ugye és belőle talán ilyen 8-9 vagy 10, talán 10% a keresztények, tehát beleértve a református és a felekezetek, ugye nekünk mi a katolikusok talán 3-4% körül vagyunk most, szóval, tehát kisebbségben. De azért a 270 millióból az is elég jelentős. Ilyen mondjuk ilyen 8-9 millió körül. Tehát a katolikus. És ez egy térségben koncentrálódnak? Nem, tehát a szerte minden, tehát szigeten, tehát vannak a keresztények, vannak katolikusok, és ugye én pont onnan jöttem, ahol többség a kereszténység van, de többség katolikus, tehát emberek vannak, ugye Flores-sziget, ahol azt szokták mondani, hogy katolikusnak a központja, tehát Indonéziában, tehát pont Flores-szigeten, ott születtem, én is ott is nőttem fel. És milyen volt ott felnőni, milyen családba születtél bele? Igen, hála Istennek, ugye a szüleim hívó gyakorló katolikusok, még mai napig is járnak templomba, sőt, ami otthonunk is nagyon közel a templomhoz, talán jelen pillanatban mi vagyunk a legközelebb, tehát a templomhoz, illetve a plébániához, és a apukám is nagyon sokáig, már még mai napig is segített, tehát úgymond segít a plébániának, ugye nálunk otthon a plébánián, mivel mi nekünk önállóan kell ellátni a plébániát, ugye maga a plébános intézni kell, tehát keresni kell a forrásokat, nagyon sokszor, hogy a laikusok, a családoknak a segítsége pótolhatatlan a plébánosnak a tevékenységére. Tehát azért így is apukám is nagyon sokszor besegít, főleg a könyvelésben, mivel apukám a tanár általános iskolában, ugye annak idején, amikor a régi rendszerben ugye, tanult apukám, tehát akkor ők is erre képestek, nem csak a tanításra képezték őket, hanem arra is, hogyan tudják ilyen esetleg a pénzt kezelni, akár is iskolai intézményben. Tehát ebből a tapasztalatból az apukám is arra használja, hogy legalább segíteni a plébánián, még mai napig is, tehát ő aktívan segít a plébánián. Anyukám is, ugye, mivel nagyon sok minden rendezvény van a plébánián, általában ugye konyhai, meg stb. Ott, amit plébániának kell segíteni, plébánián kell segíteni, sokat, tehát mai napig is aktívan segíteni. Természetesen nem csak apukám, meg anyukám, hanem többi család is, akik ott vannak. Hányan vagytok testvérek? Mi négyen vagyunk testvérek, én vagyok legidősebb, a két fiú, meg két lány, ugye én vagyok az első, utána egy húgom, harmadik az öcsém, és a negyedik pedig a legkisebb húgom. Öcsém itt volt tavaly előtt, amikor a pap Szentelisem ő jött, és képviselte a családomat, szóval. Tehát húgom már családos lett,
Az öcsém éppen most befejezte a mesterképzést, majd októberben lesz a diplomaosztás, meg várja ezt a pillanatot, ezt a momentumot, és legkisebb a húgom pedig most lett a 9-es. Szóval így vagyunk. És hogy alakult a te hivatásod? Hogy miért? Mi meghallottad azt, hogy neked papnak kell lenni? Egyáltalán missziósnak, mert akkor azért nálatok szép számban szolgálnak az atyák, igaz? Vagy szerzetesek vannak inkább ott, vagy inkább, inkább egyházmegyés papok szolgálnak? Hát és. Tehát és. Azért, mert eléggé hosszú utat tettem, tehát addig, amíg ugye felszentelődtem a pappa, mint verbita, tehát misszionáriusként. Tehát én kezdtem azzal talán, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen hívó katolikus családban születtem, tehát így nőttünk fel, tehát így is neveltek minket a szüleink, hogy tehát közel vagyunk a templomhoz. Én mondjuk ilyen általános iskolától kezdve már minisztráltam a templomban, nagyon sokszor közelebbről, tehát láttam a plébániának a életét, akár a plébánosátának tevékenységét. Nagyon érdekes, hogy amikor én még kicsi voltam, elég nehéz volt, még nem volt annyira jó az infrastruktúra, filiák között, ugye plébánián meg vannak filiák is, de nagyon sokszor láttam annak, amikor nagyon kicsi voltam, hogy a plébánosunk, de még lóval utazták, tehát nem volt meg ilyen rendes autóút, most már hála Istennek fejlődik a világ, fejlődik az ország és ilyen szempontból. És nagyon sokszor, ugye régen, amikor kicsi voltam általános iskolaként, amikor elutazott a plébános atya valamelyik filiára, tehát sokat, tehát minket, a gyerekeket, tehát hogy kísérni az úton, hogy utána vissza is jobbunk, tehát örömmel mentünk, de én talán párszor voltam a plébánosátával, csak hogy kísérni, hogy az úton ne kelljen egyedül utazni, mert ugye faluról falul azért pár kilométer távolságban is néhányan gyalogolva ment, mert ugye ő is szeretnyen szempontból sportolni, szóval mentünk kísérni, és nagyon sokszor is a plébánián, de akár vasárnap, tehát ott vagyunk a Szentmisén, tehát szolgálni, mint minisztránsként, és nálunk nagyon érdekes, hogy ugye van rendes hitoktatás iskolában, de van otthon az úgynevezett, hogy a vasárnapi iskola. Tehát vasárnapi iskola, tehát a templomban van, általában szentmise után a gyerekek nem rögtön mennek haza, hanem mindig egy óra vagy másfél óra megmaradnak a templomban, és ott vannak a hitoktatók, ott vannak a káplánok, vagy plebános atyák, akik kicsit ilyen tovább, ilyenfajta animációt tehát csinálnak a gyerekekkel, és ilyen tanítani, akár énekeket tanítani, imádkozni, de kicsit ilyen más a hangulat, mivel templomban, nem az iskolai, tehát pártban, nem a tanteremben, hanem a templomban, szóval nagy örömmel vasárnapban, tehát nem kell menni iskolába ilyen szempontból, meg ott tudunk maradni, beszélgetni egymással, tanultunk ilyen imádkozni, meg énekeltünk, meg stb. Szóval ez is nagy segítség volt számomra, hogy egyre jobban tudjam felfedezni, vagyis felismerni, hogy merre hív engem a Jóisten. Tehát ez az háttér, mint amikor kiskoromban voltam. De utána ugye általános iskolaként, tehát már még nem éreztem meg nagyjából, tehát hogy leszek, meg milyen leszek. És amikor ugye hatodik osztályban voltam, ugye nálunk otthon más az oktatási rendszer, ilyen angol rendszer van otthon, ugye 6 év az általános iskola, ez a primary school, tehát 3 év az úgynevezett, hogy junior high school, és 3 év a senior high school, tehát összesen 12 év az alap, ugye az oktatás. Szóval így 6. év után én beléptem az iskolai, tehát kollégiumban is, és az úgynevezett nálunk otthon a kis szeminárium. Tehát azok csak fiúk voltunk, körülbelül mint a Pannonhalma, tehát vagy a Franka van mondhatni így. Tehát csak fiúk voltunk, és ott volt minden, tehát mint ez a két a rész, ugye, a junior high school és senior high school. Tehát így 6 évig voltam a kollégiumban, és gyakorlatilag így kicsit ilyen már, tehát komolyan foglalkozom tehát ezzel a tehát hivatással, hogy merre hív engem, tehát a Jóisten. Tehát ott a szemináriumban azért rendes, ugye kollégiumban voltak a napi rendek, ami majdnem követi a szerzeteseknek a napi rendjét, tehát reggel van a reggeli ima, szentmise, utána órák, vagy a reggeli órák vannak, utána pedig déli ima van, utána meg délutáni ebéd, utána délutáni tanulások, ugye iskola, órák vannak, és utána meg esti ima, meg sok minden program, szóval
tehát a lelki programok is rengetegen voltak, és így segít nekem, tehát segített nekem abban, hogy egyre jobban, komolyabban foglalkozni ezzel, hogy valójában mi szeretnék lenni. És a szemináriumban nagyon érdekes, annak idén 1955-ben egy a holland verbitartja alapította meg ezt a kis szemináriumot, azért ugye akkor még 12. Pius pápa volt a pápa, azért az iskolának a neve ugye, a 12. Pius pápa kis szeminárium, szóval, és utána pedig egyházmegyes iskola lett, és ott a szemináriumban tehát lehet nagyon sok ilyen fajta szerzetesrenddel ismerkedtem meg. Vagyis egyházmegyes atyákkal ott voltak az elöljárók, a prefektus, ugye egyházmegyes atyák voltak, és minden évben mindig jöttek a kispapok, akik a gyakorlati évet töltötték. Tehát ők pedig ott a kollégiumban segítettek nekünk, és onnan ismerkedtünk meg a különböző ilyen rendekkel. Voltak ferences kispapok, voltak a verbita, volt egyházmegyés, volt karmelita, nem tudom, most lehet, hogy több ilyen szerzetesen is ott töltik a gyakorlati évüket, ezt onnan ismerkedtünk meg. De mondjuk nekünk a verbita rendel való tehát ismerkedés, ez már sokkal korábban, hiszen nálunk ugye Flores-szigeten, ugye verbita rend volt az egyik ilyen, mondhatni az alapító tehádren, akik de oda mentek a misszionáriusok Európából, tehát ők kezdték meg a missziót nálunk a Flores-szigetén, és általában tehát, hogyha beszélünk, hogy verbita rend, majdnem mindenki ismeri, hogy miről van szó, vagy még rendez ezt a verbita rend, és onnan ismerkedtem meg, gyakorlatilag hallottam az atyák is, ugye nekünk érdekes, hogy a két magyar atyát, aki ott szolgál Indonéziában, az egyik már sajnos már elhunyt, ugye Mészáros Ferenc atya, aki kalocsai, tehát egyházmegye volt, tehát ő is sokáig szolgál Indonéziában, talán ugye ismeri ami a jelenlegi tartomány főnökünk Francis atya, tehát magunk Francis atya, az ő plébánosa volt, ugye, érdekes volt magunk Francis atya, de az ő apukája az én falumból, tehát származik, szóval ő pedig a szomszéd ilyen plébánián vannak, tehát ott tevékenykedett és a szolgálta Mészáros Ferenc atya. És másik atya pedig, hogy szintén mai napig még ott szolgál Indonéziában, ez már nagyon idős már, a Krum Tomás atya, hogy kidivel ezelőtt, amikor hazamentem, akkor is mentem őt látogatni, a plébánián szolgál, besegít, ahol tud ide a másik atyával ott a plébánián. Tehát ők ketten, akik mondjuk ilyen sokáig szolgálnak nálunk az egyházmegyében, Ruteng egyházmegyében. Tehát így ismerkedtünk meg, ugye verbita tevékenységével, tehát nagyon sok minden. És akkor Magyarországról is végül is így hallottál már először, nem? Hát Magyarországról, tehát én nem a két atyáról hallottam, illetve sokkal inkább a fociról, tehát hallottam, fociról hallottam, mert én is szeretek focizni, annak idején meg jártam edzésre, mielőtt belittem a rendbe. Tehát Puskás Ferenc ilyen szempontból, tehát sokkal közelebb ilyen szempontból, annak idején itt ismerkedtem meg elsősorban. Amúgy meg a történelemben is, ugye, tehát tanultunk ugye, első világháborúról, tehát csak hallottunk, hallottam ezekről ilyen. Tehát így ismerkedtem meg a rendel, meg akár a misszionáriusokkal, igen. Na, visszatérve. Bocsánat. Bocsánat, mondom, én szakítottalak meg. Ja, igen, csak ugye mondjuk nálunk az egyház megyében, tehát rengeteg verbita atya annak idején, ugye, mint misszionáris, Lengyelországból, Szlovákiából, Hollandiából, Magyarországról, Németországból, akik de oda mentek szolgálni, tehát ilyen, tehát gyakorlatilag nagyon sokat tették annak abban, hogy, hogy mi is egyáltalán keresztények lettünk. És akkor elvégezted ezt a kis szemináriumot, vagy befejezted az iskolát, és akkor egyértelmű volt már, hogy mi lesz veled? Ugye a kis szeminárium alatt, ugye, mivel többször több lehetőségünk volt arra, hogy megismerkedni a mindenféle rendnek a lelkiségével, de úgy volt az utolsó évben a szemináriumban, hogy akkor kellett dönteni, hogy hova szeretne. Tehát tovább menni valaki, vagy pedig ilyen világi pályát választja, akkor ez azt jelenti, hogy már tehát egyetemre tehát jelentkezik, vagy pedig a szerzetesen, vagy egyházmegyben. Tehát én utolsó
Tehát gyakorlatilag nekem most utolsó két évben a kis szemináriumban eléggé intenzíven, tehát a foglalkoztam a Verbita rendel, beszélgettem rengeteget a kispap, ugye Verbita kispappal, illetve ott volt meg egy két idős Verbita atya, aki bármikor is tudunk találkozni, mint spirituális volt a kis szemináriumban, szóval tehát tőlük hallottam, megismerkedtem a rendnek lelkiségével, én úgy gondolom, hogy ezt az, ami nekem való, ami pont nekem úgy érzem, hogy tehát erre az útra szeretnék majd indulni. Tehát így utána pedig döntöttem is, mert utolsó ugye érettségi után már tehát jelentkeztem a Verbita rendbe, és fel is vettek engem. Uh-huh. És akkor ez itt egyértelmű volt már, hogy világgá mész? Úgy mondtad, hogyha Verbita leszel, az azt jelentette, hogy akkor elhagyod a szülőhazádat? Hát ugye ennek ugye úgy mondhatni ezt ilyen, ezt a folyamat volt. De amikor ugye beléptem a Verbita rendbe, csak ilyen távolabbról ugye ismerkedtem meg a rendet, és amikor ott vagyok bent, akkor ott voltam bent, akkor már közelebbről ismerem meg a rendnek a lelkészségét, illetve hogy merre az irányba. Ugye hallottam már, hogy az emberek mondják, hogy misszióba kell menni, mert más országba fognak küldeni, de hát amúgy is vannak, akik ott szolgálnak, verbitálták, uh-huh. ugye a Indonéziában is. Tehát ugye nekem két nagyon-nagyon, tehát ok volt, ahol ugye azért választottam a Verbita rendet, ami engem vonzott, vagy vonz is mai napig is. Az első az a közösség, a második pedig az, hogy ezt a színes, tehát ez a különbözőség, ami a rendben van. Tehát a közösség ugye mi, ahogy tehát tudjuk, hogy Verbita mindig ugye közösségben élünk mi, tehát többi rendtestvérrel, ugye vagyunk most ketten Gergely Atyával ott a Bicskei plébánián, tehát ez is egy közösséget alakítunk mi, tehát ott a plébánián, amúgy is mind ide tartozunk a budapesti közösséghez. És ugye a második pedig ez a színes társaság. Ugye vannak különböző országokból, különböző kultúrák, nyelvek, meg szaktöbbi. Érdekes, hogy így élni egy ilyen közösségben. De nekem mindig volt bennem, hogy ez jó dolog, hogy ilyen megismerni. Tehát másképpen a világot. Van, aki teljesen más kultúrája, mint én, tehát másképpen látják a világot. A nyelvek is, sokasság is, ami talán egy kicsit ilyen az elején kicsit furcsa számomra, de hát végül is tudjuk megérteni egymást, mert ilyen különbözőek vagyunk. Azért ez a színes. ez volt két ilyen természetesen a misszió, természetesen ami az egyháznak a hige hirdetése is, fontos szempont, tehát ez a különleges a Verbita lelkiségében az, hogy ezt a színes ilyen közösség ilyen szempontból. Uh-huh. És akkor hogyan kezdődött az egész? Tehát ugye akkor elmentél Verbitának, és akkor tanulni kellett először, igen. gondolom, de azt igen. otthon jó. volt még a te hazádban? Igen, tehát elmondom röviden úgy, hogy ugye 2011-ben érettségiztem a kis szemináriumból, és utána 2011-től 2013-ig voltam a Verbita noviciátusban, szintén Indonéziában, uh-huh. két évig a noviciátusban voltam, és utána pedig 2013-ban akkor tettem le első fogadalmat, szintén Indonéziában, és utána 2013-tól 2015-ig tanultam a főiskolában, Verbita főiskolában, szintén ugye Flores-szigeten, Maumere városában, és gyakorlatilag onnan tehát küldtek minket ide Magyarországra 2015-ben. Uh-huh. És ez hogy jött meg egyáltalán, hogy fogadta a családod? Már azt is, hogy beálltál a rendbe, és azt, hogy egyszer csak évekig nem fognak újra látni. Igen, én soha nem tehát gondoltam volna, sosem képzeltem tehát előtte, hogy valamikor ide kerüljek egyáltalán Magyarországra. Tehát ez én kicsit ilyen meglepetésszerű volt nekem, amikor elsősorban ugye kaptunk meghívást Magyar Tartományból, uh-huh. mivel így kellene megerősíteni a Magyar Tartományt, ugye kevés a hivatás, és egyébként ugye előttünk volt két atya, aki szintén ide hívták Magyarországra, de nagyon-nagyon, nem tudom, talán több mint 10 évek különbség uh-huh. volt, mint mi. Ők ugye 2002-ben jöttek ki Magyarországra, és mi pedig 2015-ben kaptunk uh-huh. a meghívást ugye innen Magyarországról. Tehát ugye Gergely atya annak idején a tartományfőnök, ugye Magyar Tartományban kaptunk, az előjárók mondták, hogy egy kérés Magyarország, Magyar Tartományból, hogy két kispapot kérnek, hogy oda küldjünk Magyarországra, és ott fogják folytatni elsősorban nyelvet és kultúrát, megismerkedik a kultúrával, és utána pedig folytatni a tanulmányaikat. Én nem választottam, én ugye úgy volt elsősorban, az előjárók egy kicsit
ilyen demokratikusan akartak volna, hogy ki szeretne jelentkezni. Én nem jelentkeztem. És végül is senki nem jelentkezett abból a csoportból. Mennyien voltatok körülbelül? Mi ilyen majd 30 körül, tehát ilyen, ami most, tehát a évfolyam társaságot együtt ott a szemináriumban, senki nem jelentkezett. És végül is úgy döntötte, ami prefektusunk, akkor volt nekünk prefektusunk a évfolyam társaságnak, akkor választani kellett. És pont akkor minket választották, engem, illetve a Klau Julius, az, aki a vasvári plébánián szolgál. Tehát így, utána, amikor a prefektus az közölte velem ezt a döntést, kértem a időt, legalább ilyen, 2 hétig kicsit ilyen gondolkodtam, beszélgettem szüleimmel, nem tudom, lelkivezetőmmel, mindenkivel, közeli barátaimmal is beszélgettem, mert tehát ismeretlen volt számomra. Tehát hogy hova megyek, majd Magyarországon. Jártál egyébként külföldön korábban? Egyáltalán nem. Tehát egyáltalán nem jártam külföldre, tehát ez volt a első hosszú. Mindjárt Európában, vagy mindjárt Magyarországra, igen. És hát szüleimnek közöltem, hála Istennek szüleim, ez kicsit ilyen nyitottak, hát ez az utat választottál, tehát nem mi választottuk ezt az utat, hanem de ilyen lehetőség, ha úgy érzed, hogy te képes vagy, és van benned ezt a fajta, tehát akarat is erre, akkor nyugodtan mi csak ilyen segíteni tudunk is. Tehát így végül is 2015-ben így kerültünk ide Magyarországra. És azért azt mondják, aki azért ennyire más kultúrából érkezik, azért annak nagy sok hatás Európában vagy Magyarországon megérkezni. Már eleve az időjárás is. Mondjuk most azért eléggé hasonlít. Igen. Bár a páratartalom szerintem nem olyan, mint nálatok. Igen. Hát ugye tényleg ilyen, az elején úgy éreztem, mintha újra kellett születnem. Azért, amikor ideérkeztem, tehát teljesen nullától kellett kezdeni minden. Tehát az, hogy nem csak a nyelv szempontjából. Tehát az, hogy hogyan kell találkozni az emberekkel, hogyan kell köszönteni, hogy kell étkezni, meg a stb. Tehát ugye nullától kellett tanulni, és érdekes volt. Ugye az első hetek, meg hónapok ilyen kicsit ilyen furcsa volt számomra, ugye amikor teljesen az új, tehát közegbe kerültem, és tényleg az ott nagyon kellett ezt a fajta nyitottság is. Tehát meg a türelem is. Természetesen, mert ugye nem, tehát nem könnyű a beilleszkedés, tehát nem lehetetlen. De vagyok itt most már 9 éve. És akkor ide érkeztél a budapesti rendházba? Igen, budapesti. Vagy ide értetek ketten igazából? Igen. 2015-ben, szeptember 14-én, ha jól emlékszem, akkor tehát érkeztünk ugye, a Budapestre is, utána pedig elkezdtük a nyelvtanulást, ugye az intézetben. És angolból tanultad a magyart akkor? Vagy ez hogy volt? Igen, ugye, mert én egyáltalán, ugye, mi nem tanultunk magyar nyelvet otthon. Én egy szót sem tudtam magyarul. Amikor hívtam a Francis atyát, ugye, amikor mielőtt ide, tehát jöttünk, mondta a Francis atya, hogy gyertek, hogy tehát nem fogtok eltévedni, tehát ilyen szempontból. Tehát nagyon érdekes volt, hogy úgy kezdtünk tanulni nyelvet, hogy angol nyelv volt az én idegen, ugye első idegen nyelvem, és tehát nagyon érdekes az intézetben a tanáraink csak az első hétben tehát használtak angol nyelvet. És utána pedig tök mindegy, hogy értesz vagy nem értesz, tehát magyarul kell tehát beszélni. Tehát ez talán pozitív hatása volt rám legfőképpen. Tehát így tanultunk a nyelvet. És akkor az mennyi időt kaptál arra, mielőtt tanulni kellett menni, hogy megtanuljál magyarul? Igen, úgy volt, hogy mi körülbelül tehát egy éve, tehát intenzíven jártunk az intézetbe, a nyelviskolába, tehát a naponta tehát jártunk a nyelviskolába, és utána pedig volt a fél évünk, tehát kicsit ilyen gyakorlat, tehát nem kell minden nap iskolába, de hát körbe az atyákkal mentünk ilyen különböző helyekre, akár plébániákra, tehát iskolákba, utána táborokba, tehát táborokra mentünk is, csak hogy nyelvet gyakoroljunk, beszélgessünk a gyerekekkel, és így ilyen fejleszteni a nyelvtudást. Mire számítottál egyébként, amikor Magyarországra jöttél? Tudtál fociról ezek szerint? Tudtad, hogy ez itt a Puskásnak a hazája? De hogy mire számítottál, amikor idejöttél? Mennyire készültél föl Magyarországból? Ugye elsősorban, amire nagyon-nagyon, tehát picit ilyen aggódtam is, mert ugye teljesen tehát ilyen idegen, tehát kultúrába tehát érkezem, tehát fogok érkezni.
de ami teljesen nem csak a nyelv, hanem maga a kultúra, az emberek is. Tehát teljesen mások, és erre kicsit ilyen, ezt is kicsit aggódtam, bennem volt ez a fajta aggodalom, hogy hogy lesz, meg hogyan tudunk tehát az embereket dolgozni, de szerencsére, hogy rendes vérek vannak, akik már korábban érkeztek, mint mi. Tehát ők tehát mondják, hogy ha mi itt vagyunk, tehát nem kell aggódni. A második pedig az, hogy amikor ugye az elején ide érkeztem a Magyarországra, mindig bennem volt az, hogy tehát ahhoz, hogy mi tudjuk tehát jobban beilleszkedni, akkor egyfajta kell lesz a nyitottság. Tehát az, hogy persze, hogy vannak ilyen különböző dolgok vannak, ami teljesen talán más, mint nálunk otthon, ez a tanulásnak része, hogy kell a nyitottság. Ugye benne is van elfogadás, ugye, hogy van más, igen. A magyarokról néha mondják, hogy nem olyan befogadóak egyébként. Volt ilyen tapasztalatod, hogy nem szívesen látnak itt? Hála Istennek, eddig nem tapasztaltam. Nem tudom, a más ember vagy más... Én is azt gondolom, hogy egyébként ez egy téves elképzelés, mert hogy mégis van egy ilyen, igaz? Hát, biztos hallottad. Én legalább csak a magyaroktól hallottam ezt állítást, tehát a külföldiektől, vagy legalább rendesvérektől, akik ilyen szintén külföldiek, nem hallottam meg, hát eddig nem tapasztaltam. Uh-huh. Ennek hát örülök. Szóval itt. És akkor egy év után elkezdtél főiskolára járni, vagy a teológiára járni? 2017-ben elkezdtünk az egyetemet, Pászmány Péter Katolikus Egyetem hittudománykarán. Akkor 5 éves. Azért az elég nehéz lehetett akkor, hát nem volt könnyű. Hála Istennek nagyon rengeteg segítséget, meg támogatást kaptunk, akár a kispapoktól, egyházmegyés kispapoktól, akikkel együtt tanultunk, hogy a központi szemináriumban, de akkor a tanároktól is. Tehát hála Istennek, én visszatekintve nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy nem voltunk egyedül ilyen szempontból. Tehát sok mindenki segített. Akkor végülis igazi magyar egyetemista lettél majd, hogy nem úgy nézzük, de azért közben hazajártatok a rendházba. Igen, úgy van, hogy ilyen bejárosok voltunk, tehát reggelünk be az egyetemre, és délután pedig ott is nekünk is, de ott a délután zajlanak, vagy este felé zajlanak a zajlották a közösségi programok, ugye, mert ott is ugye formációsház, képzési ház, ott is vannak azért ilyen képzési része ott a rendházban. Akkor elég mozgalmasan teltek azok a napok. Igen. Ugye 5 éves ugye, osztatlan képzés volt, és ugye mi voltunk, ugye, amikor 4. évben tehát voltunk, akkor már ugye pandémia volt, otthonról kellett tanulni, megkövetni az órákat. Jó volt, érdekes visszatekintve megtapasztalni ezt a különleges helyzetet. És egyébként ez alatt az idő alatt volt, hogy hazamehettél? 2018-ban. Tehát 3 év után. Igen, akkor az első alkalommal mentünk haza. Ilyen július, ilyen augusztus végén már vissza is tértünk, ilyen jöttünk Magyarországra, mert ugye szeptember már kezdődött az egyetem. Tehát... És milyen volt úgy visszatérni, hogy már egy európai, vagy kvázi egy 3 éve Európa után hazatérni látogatóba csak? Hát ugye 3 év után ugye visszamentem tehát falumba, azok a gyerekek, akik még kicsik voltak már, ugye még nőttek, és ugye nagyon-nagyon érdekes, hogy akik utána költöztek be a falumba, ugye én falumba születtem, tehát ugye majdnem mindenki ismer mindenki, ezt szoktak mondani, akik ugye miután elindultam otthonról, tehát oda költöztek az emberek, akkor már nem nagyon ismerem, tehát hogy kicsodák ők. Tehát, vagy a gyerekek, akik már megnőttek, de érdekes, hogy amikor találkoztam velük, de rögtön kérdeztem, hogy ki az apukád, ki az anyukád, vagy legalább onnan már tudom majd őket megismerni. Tehát így ilyen kicsit ilyen érdekes volt visszatérni. Tehát első alkalommal a 2018-ban, de mivel ugye ide érkeztünk, teljesen új világba érkeztünk, és visszatérni, ugye haza, tehát menni, és ott is tehát olyan dologgal, vagy szokásokkal találkozunk, amit korábban is ezzel nőttem fel. Kicsit ilyen érdekes volt. Sok minden, nagyon kíváncsiak voltak az emberek a faluban, hogy milyen a tapasztalat itt az idegen országban, Magyarországon. És egyébként milyen az infrastruktúra arra felé már, mint úgy értem, hogy mennyire... Ugyanazt kell elképzelni, hogy tényleg videótelefonon beszéltél a szüleiddel rendszeresen, vagy hogy volt a kapcsolattartás, vagy hogy van azóta is? Ez működik azért ott. Hála Istennek, mostanában igen. De amikor én meg, tehát amikor gimnáziumban voltam, amikor még a főiskolában, ez nem volt meg annyira ilyen
ilyen, mint most, ugye fejlődik az okarens informatikai tehát terén is. Most pedig azért okar tehát naponta is nem tudom őket felhívni. Csak az időeltolódás mennyi is? Időeltolódás is, ugye Indonézián belül három időzóna van. Tehát van olyan a nyugat, közép-Indonézia és a kelet. Mi pedig közép-Indonéziához tartozunk, ugye ilyenkor a nyári időszámításban ilyen 6 óra, tehát időeltolódás van. Előbb 5 óra a van most. Igen. Tehát mondjuk most már kora délután van, ott már este van. Már este van most. Igen. Azért az nem egyszerű, mert ugye amikor neked mondjuk időd van, te este vagy, de ott az már éjszaka vagy hajnal szinte, ugye, hogy azért ezeket összehangolni, biztos nem lehetett könnyű. Hát vagy most is azért, hogy oldjátok meg. Igen, tehát szüleim megértették, általában, ha akarnak velem beszélni, előre tehát írták az üzenetben, hogy mi, mikor szeretnénk, mikor tudnánk beszélni. Akkor adom nekik az időpontot, akkor lesz, amikor nektek hány órakor lesz otthon. A legjobb idő, amikor ebéd után nekünk, mert nekik vacsora van otthon. Szóval ez általában én eddig is mindig általában akkor rá szoktam őket hívni, meg beszélgetni velük. No, és akkor hazamentél 18-ban, először utána visszajöttél, jött a Covid, és aztán befejezted az egyetemet. Igen. Mi kellett utána? Utána lett diakónus szentelésed? Igen, ugye akkor nagyon érdekes volt, ugye a 2022-ben, akkor ugye mielőtt befejezzük az utolsó fél évet, befejezzük az egyetemen, akkor letettük az örökfogadalmat. Ugye 2021-ben egyébként örökfogadalom, amikor kongresszus volt itt. Nagyon tehát hálás vagyok, és óriási kegyelemnek a tartom magamnak ez a dolog. Pont akkor tettük le az örökfogadalmat közszegen, amikor zajlik a Nemzetközi Ökörisztikus Kongresszus itt a Budapesten szeptember 8-án volt, 2021-ben. És utána pedig ugye 2022 a február 12-én akkor a diakonusa szentelt minket az akkori nagybecskereki megyes püspök atya, Németh László most már érsek, belgrádi érsek. Hát mint Verbita püspök igaz. Mint Verbita, igen. És érdekes, hogy Bicskei templomban tehát szentelte, de szentelt fel bennünket a püspök atya, és utána pedig ott is töltöttem a diakonatusi gyakorlatot a Bicskei plébánián, és utána pedig a 2022. augusztus a 27-én Szent Monika tehát ünnepnapján, Augusztus édesanyjának a tehát emléknapján, akkor a megboldogult Cserháti Ferenc püspök atya, tehát felszentelt minket itt Budapesten, a 22. kerületben, Baross Gábor Jézus Szíve templomában szentelt fel minket. És ki volt a másik, akivel érkeztél? Claudius Julius atyával együtt, tehát így ti ketten így végig együtt voltatok az összes szentelésre. Így van, igen. Gyakorlatilag otthon már Indonéziában együtt kezdtük a főiskolát, ó, másik noviciátusban volt, a Timor-szigetén, én meg Flores-szigetén voltam a noviciátusban, és utána pedig ott találkoztunk először a főiskolában, és együtt is jöttünk ki, együtt fejeztük be az egyetemen, együtt szentelődtünk fel pappa. Tehát együtt is szolgálunk itt Magyarországon, igen, csak annyi, hogy más. Hát jó, más, igen, azért a magyarországi léptékkel nézve, azért Vasvár és Bicske elég komoly távolságra van egymástól, bár gondolom, Indonéziában ez nem távolság. Hát igen, Indonéziához képest, igen. Igen, de itt nálunk azért elég nagy távolság a Bicske és a Vasvár között. Milyen az? És akkor egyből Bicskeire kerültél, és vissza vagy el se költöztél, hanem vagy ez hogy volt? Úgy volt, hogy ugye a papszentelés után hazaengedtek minket, ugye ott is kellett bemutatni a primisziát, az első misét, és ilyen szeptember végén mentem haza, és már január tehát első hetiben vissza. De akkor majdnem fél évet otthon voltál. Hát három hónap voltam otthon, három-négy hónap voltunk otthon, és a január, tehát első hetiben visszatértünk Magyarországra, és akkor kaptuk az első kinevezési helyet, én pont a Bicskei plébániát kaptam, tehát mint kisegítő a lelki pásztor volt, akkor még a fél évig voltam, és már tavaly óta már kaplánként, tehát tevékenykedett a Bicskei plébánián. És milyen az élet a Bicskei plébánián? Azért verbiták látják el mindketten. Nem Magyarország, vagy nem magyarok vagytok, és mégis a hívek azok biztos, hogy jól fogadnak benneteket, de hogy ezt te hogy éled meg? Nagyon mozgalmas. Mozgalmas az élet. Én azért nagyon-nagyon, tehát különleges élménynek a tekintem, hogy ott vagyok, és nagyon örülök, hogy plébánián tehát szolgálok, mert
mindenkivel lehet találkozni a plébánián. Az, hogy kicsi gyerekkel, óvisokkal, iskolás gyerekekkel, akár nem tudom, fiatalokkal, felnőttekkel, sőt, az idősekkel is. Tehát minden korosztályán lehet találkozni, meg lehet beszélgetni velük. Ugye a közösség is nagyon hála Istennek, ugye, mivel a Gergely atyáik, meg Bon atya annak idején nagyon sokat tették abban, hogy kicsit ilyen összekovácsolni a közösséget, és így. Tehát gyakorlatilag én késznek kaptam, átvettem ezt a feladatot Bon atyától, mint kaplan, ott is, és tehát azért zajlik az élet. És mit szeretsz az itteni szolgálatban? Én alapvetően nagyon szeretek az emberekkel, főleg a fiatalokkal, vagy a gyerekekkel, alapvetően. De az utóbbi időben, főleg amikor nagyon benne voltam a plébániai tevékenységben, például ezek az első pinteki beteglátogatások. Tehát nekem mindig mély nyomot, tehát hadnak bennem ezek a találkozások, ugyanakkor az időseket meglátogatjuk. Én, tehát ők sokkal inkább, én hallgattam, hogy ők tehát miről beszélnek, vagy mit mesélnek nekem. Óriási dolog. Tehát ott vagyok iskolában, a gyerekekkel természetesen hittan orán, vagy plébánián is foglalkozunk ilyen a csoportokkal, vagy minisztránsokkal. De hát amikor találkozunk az idősekkel, kicsit másképpen látni a dolgot. Talán nem ilyen, aki tehát el kell mondani, hogy mit kell csinálnunk, hogy lesz meg ilyen, hanem ők mesélnek az ő életükről. Nagyon szép. Nagyon sok feladatod van azért, ketten láttok el. Hány plébániát, vagy mekkora területet tartozik hát ugye, hozzátok? Bicskei a városon kívül, akkor meg hozzám tartozik a Szárliget, ami már közel a Tatabányához, és hozzám tartozik Alcsút, Felcsút, Csabdi, a Óbárok, meg Nagy Egyháza. Tehát hűha, azért az két embernek van elég sok. Van, igen, ilyen szolgálati hely. De vasárnap általában, tehát két-három misét kell bemutatni, de nekem is, a Gergely atyának is. Tehát hála Istennek vannak a lelkipasztori a kisegítők, világi lelkipasztori kisegítők, amik nagyon sokat segítenek nekünk a szolgálatban is. És minden templomban sokan járnak hívek a misékre? Hát változó. Mondjuk a Bicskei az legnagyobb, ugye, tehát ilyen szempontból közösség nekünk, ezáltal már vasárnap azért sokan járnak a templomban, tehát változó, attól, hogy mekkora a filia, mekkora a falu vagy a város, tehát ilyen változó. Mit látsz különbséget mondjuk a hazai, az indonéz templomba járó emberek hitében, akár vagy vallásosságában, mint a magyarokéban? Tehát, hogy mennyire látni a különbséget, és nem csak feltétlen kulturálisat, hanem azt, hogy mennyire hisznek ugyanabban az Istenben, és ugyanazok között, a körülmények között, és mégis teljesen máshogy, vagy nem tudom, hogy mennyire... Igen. De az az igazság, hogy amikor Indonéziában voltam, én még nem éltem nagyvárosban. Tehát szóval én faluban nőttem fel, ahol ugye ugyanúgy, mint itt is Magyarországon, de faluban azért, mert érezhető ez fajta, tehát a vallásos életnek, az embereknek mindennapi életnek a része. Tehát szóval tehát, nem tapasztaltam meg, milyen a vallásosság a városokban, tehát Indonéziában, mert én személyesen hallottam az emberek, hogyan mesélnek. Azért tehát alapvetően az emberekben, tehát vannak meg azért akik tényleg nagyon-nagyon tehát hűségesen tehát járnak templomba. Otthon is ugye színes társadalomban élünk mi, tehát nem csak mi keresztények, katolikusok, vannak felekezetek, vannak muzulmánok, tehát ilyen ezt a helyzet akár a városokban vagy falvakban ilyen szempontból, tehát azért járnak templomba az emberek. Igen. És Magyarországon? Magyarországon pedig ilyen változó, de ahogy tapasztaltam én, tehát attól függ, hol. Tehát valamelyik részén, tehát többen járnak templomba, valamelyik részén pedig kevesebben. Tehát azt is szerintem befolyásolja, hogy tehát a fiatalok tehát merre tartanak, ugye a munka szempontjából, és sokan költöznek nagyvárosokba, ugye munka miatt ilyen szempontból is oda járnak templomba. Tehát értelemszerűen ugye a falu, ahonnan de ahol születtek, akkor ilyen mintha kiürülne. Tehát pedig, hogy a városba költöznek, és ezek oda járnak ilyen templomba. És mit tapasztalsz egyébként, hogy a papon múlik ez, vagy a híveken múlik, vagy a társadalomnak a hatásán? Ez így mennyire? Azért te így messziről jött emberként, biztos jobban látsz minket. Én nem tudom tehát pontosan tehát megalapítani, hogy mind múlik az egész. Én azt gondolom, hogy
Tehát mindenkinek, minden egyes, tehát megkeresztelt embernek része van az egyházban. Tehát ez fontos, ugye, de szemünk kell ott tartani ezt a lolog, hogy én megkeresztelt ember vagyok. Én is az egyháznak a fontos része vagyok. Tehát a pap természetesen, ugye, de neki kell ellátnia és megcsinálja azt a szólógát. Tehát a hívó részéről is jó lenne, hogyha kicsit ilyen bennünk van ez a fajta tudat, ez az érzés, hogy ennyi más az egyház, ennyi más a plébánia. Tehát abban a hitelem nem azért, mert a saját, nem tudom, a vagyonom az ilyen szempontból, vagy dolgom, hanem érzem, hogy nekem ez is helyem van ott. Tehát ez, azt hiszem, hogy ezt a utóbbi időben, amikor nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mennyire tehát fontos újra tehát felfedezni az a közösségnek az értékét, tehát az fontos ilyen szempontból mindenki. Tehát legalább jól érezze magát, hogy ott elfogadva ott a közösségben is fontosnak érzi magát, hogy én része vagyok ennek a közösségnek, vagy ennek a plébániának. Szóval én úgy, tehát még 2 éves pap vagyok, tehát talán kevés a tapasztalat olyan szempontból, hogy persze természetesen elsősorban a lelkipasztoroknak a feladata az, hogy mennyire tudjuk tehát ezt elomosdítani ennek az egész, tehát igehirdetésnek, ennek az egész szolgálatnak, de akkor tehát a laikus hívók is, a világiak is, tehát fontos szerepük is, tehát a szerepetek van abban, hogy az egyház is vonzóvá tenni a világnak az egyház. Én úgy szoktam mondani, hogy legalább a közösségemnek, akkor köszönsérek, hogy nektek sokkal nagyobb mozgó teretek van, mint mi. Tehát mi pedig megszólítunk benneteket akár a templomban, az ima alkalommal, vagy ez amikor ott vagyunk közösségekben, hogy hitán, orrán, meg stb. Ilyen egyházi jellegű programokban. Tehát ti pedig, ahol szolgáltok ti, tehát ott is találkozni fogtok, tehát vagy találkoztok azokkal, akik egyáltalán talán nem is. Tehát látjuk őket akár templomban, akár a plébániai közösségekben. Tehát ilyen szempontból a missziós terület, tehát a világi tehát testvéreknek sokkal nagyobb a tere, mint amilyen. Én személyes véleményem, úgy gondolom. És egyébként verbitaként hogy éltek? Mert ugye azért kitölti az időtöket az, hogy plébánia, káplán és plébánosként el kell látni a feladatokat, de mint szerzetes ezt a részét hogy tudjátok megélni? Hát ugye elsősorban mi tehát egy helyen, ugye egy házban lakunk, mint ketten, ugye Gergely Atyával, és azért nekünk is vannak a közös programunk, mondjuk napi rend, ilyen szempontból, de vannak például a reggeli ima, általában közösen elvégezzük, akkor a zolos már, van a közös a ebéd van, ugye reggelit nem tudunk közösen, mert attól fog, hogy kimenni iskolába, tehát ez van a közös programok is, és ugye mivel mi, tehát ide a budapesti nagy közösséghez tartozunk mi, tehát időnként mi is feljövünk a budapesti közösségre, akár a közösségi, tehát esti keretében, vagy pedig amikor valamelyik ünnepet ünnepeljük, akkor rendi ünnepet ünnepeljük, akkor ide jövünk a nagy közösségbe, és itt közösen tehát ünnepeljük. Tehát itt annak ellenére vagyunk a plébánián, de hát akkor is még közösségben élünk meg, tehát még folytatjuk azt, mint a rendnek a lelkészségét, hogy így is tudjunk tehát megőrizni a verbita szágot itt, ami bennünk van. És többen is vagytok a Távol-Keletről azért itt Magyarországon. Mennyire számíthatunk arra, hogy tartósan itt lesztek velünk, vagy szerinted várható, hogy valamikor majd máshova helyez a verbita rend vezetése? Nem tudjuk előre megmondani. Tehát én nem szeretek jósolni, tehát én... De hogy alapvetően ez benne van, hogy akár életed végéig itt leszel velünk, vagy akár az is, hogy valamikor azt mondják, hogy most menj el Dél-Amerikába. Mindkét lehetőség. Mindkét lehetőség. Az, ami biztos, hogy már, tehát mi ide kaptunk kinevezést, tehát hogy maradunk itt Magyarországon egyelőre. Tehát mert vannak olyan bizonyos, ugye renden belül, bizonyos ok miatt azért tehát valamelyik rendtestvér, tehát valahova kell küldeni, mert ott szükség van erre, mert az előjáróknak a bőrs döntésére bízunk. Tehát elsősorban tesszük meg azt, amire tehát rám, ugye, amire bízták meg minket. Az a lényeg, hogy nyitott legyél így erre. Így van. Algon atya, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy megismerhettünk. És reméljük, hogy még sokáig itt leszel velünk. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Reméljük, hogy maradok itt. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk voltak ma is. Viszontlátást, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
Thank you.